Pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelenik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Mert hogy én biztos itt vagyok, dr. Komáromi Zoltán valahol útközben egy dugóba, viszont Gréci Zsolt a DK országgyűlési képviselője, a frakció szóvivője, ő mindig időben, sőt idő előtt itt van, és ezt mi kihasználjuk, úgyhogy eredeti nevén Gréci Zsoltként és nem dr. Komáromi Zoltánként üdvözöljük. De Zolit is üdvözlöm majd, hogyha megérkezik. Azt mondja nekem, hogy hogy érzi magát ezután a hatalmas győzelem után. Győzelem ez, vagy minden csoda 3 napig tart? Hát természetesen örültünk az eredménynek, ami a demokratikus koalíciót illeti, de hát egy nap alatt, ha szabad ezt a kifejezést használom, kiörültük magunkat. És nyilván inkább azt a felelősséget érezzük, ami ezzel az eredménnyel jár. Hát mégis több mint 16%, több mint 500 000 szavazó, Magyarország második legerősebb pártja lettünk ezen a választáson. Tehát nyilván... a DK-t kirúgták a pozícióból. Igen, hogy a... Nekünk ez nagy felelősség és alázat, szorgalom, sok munka. Jár majd. Ha jól értem, akkor ennek a győzelemnek ön az egyik vesztese, hisz idáig csak a frakció, a parlamenti szóvivő volt, de most az általános szóvivőség is visszahullik a vállaira. Hát ezt nem tudom. Szerintem egyrészt Rónai Sanyi barátom jó munkát fog végezni Brüsszelben, ezúton is sok sikert kívánok neki. Nyilvánvalóan nem ő lesz a párt szóvivő, de viszont nyilván szerintem keresni fogunk egy új embert erre a szóvivői posztra, én pedig maradok képviselő és frakció szóvivő. Mi történik, hisz nyakunkon van mindjárt az év vég? Azért mondom, hogy nyakunkon van, mert ugye itt a nyár, nyáron még a fű sem nő a meleg miatt, vagy eltapossák, tehát helyhatósági választások lesznek, és mint eső után gomba szaporodnak az újabb fővárosi főpolgármester jelöltek. Hol tart a DK, köti az ebet a korábbi megállapodáshoz, nem indít Karácsony ellen jelöltet, mi történik? Igazából nem az a kérdés ez ügyben, hogy hány főpolgármester jelölt indul az előválasztáson, mert tőlem elindulhat 2, 3, 4, akármennyi. Az a kérdés, hogy amikor az illető, aki megnyeri az előválasztást, utána valóban mindenki tartsa magát ahhoz, hogy azt az egyet fogja támogatni, és Tarlós Istvánnak egy kihívója legyen. Ez a lényeg. Tehát az előválasztás az egy jó torna lesz arra, hogy mindenki megmutassa a muszkliát, hogy ki mit gondol és mire képes, megmutassa, hogy mennyire szimpatikus, és a DK álláspontja is elég egyértelmű, tehát mi azt fogjuk támogatni, aki megnyeri az előválasztást. Tehát tulajdonképpen nem érdekli önöket, hogy aki megnyeri, az honnét jött, ki fia, mi fia, borja, milyen ideológiát követ? Hát nyilván természetesen olyan jelöltek közül kell majd nekünk választani választópolgároknak, aki meg tudja verni Tarlós Istvánt. És az nagyon fontos lesz, hogy valóban csak ketten induljanak, és a budapestiek el tudják dönteni, hogy vagy Tarlós, vagyis a Fidesz, vagy a másik oldal. Na de és akkor könyörgöm, az illető az Tarlós a Fidesz és a KDNP pártszövetségnek a tagja, és mégsem mindig sikerül neki legyőznie a kormányt. A kormánynak saját elképzelései vannak Budapestre, ez hol találkozik Tarlóséval, hol nem. Jönni fog egy mondjuk momentumos főpolgármester jelölt, aki megnyeri, vagy Karácsony nyeri meg, vagy akárki. Akkor a jelenlegi kormány le fog feküdni neki, és azért, mert ő a főpolgármester, lesni fogják gondolatait, és alig várják, hogy csak utaljanak neki, vagy hogy gondolják ezt? Egyrészt, hogyha lesz Budapestnek ellenzéki főpolgármestere, az alapvetően új politikai helyzetet teremt egész Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a Fidesz elveszítette a fővárost. És erre az európai parlamenti választások alapján van is reális esély, hogy ez megtörténjen, és akár a kerületek többsége is. De nem a fővárosnak van országa, hanem az országnak van fővárosa. Igen, na de egész egyszerűen másik Magyarországra ébrednénk másnap hétfő reggel, ha Budapestnek ellenzéki főpolgármestere lenne, és nyilván Orbán izmozhat az illetővel, hogy majd akkor nem
folyamat pénzt, meg nem viszi el a szemet, viteti el a szemetet, és akkor kellemetlen helyzetre hozza az új ellenzéki főpolgármestert. De egy megváltozott politikai légkörben azért neki sem lenne egyszerű. Ezért aztán olyan embernek kell lenni a főpolgármesternek, aki hogy úgy mondjam, kellő erővel és határozottsággal tudja fővárosban képviselni a Budapesten lakók. Ön már kenyere javát megette, tehát pontosan tisztában van azzal, hogy... Tegnap hallottam egy kifejezést, hogy én már régen buta vagyok, fiatal. Igen, ezt a Steinmetz Ádám nevű képviselő mondta valami bizottsági ülésen, hogy önök, akik már régebb óta fiatalok, mint én, mondta. Úgyhogy helyes kifejezés volt. Oké, tehát pontosan tisztában van azzal, hogy ahhoz, hogy valaki el tudja látni a főpolgármesteri feladatokat, ahhoz nem csak egy lídernek kell, hogy legyen, hanem valami gőze kell, hogy legyen, egy ilyen póriasan fejezzem ki magam. Igazodjon ki az államigazgatásban, igazodjon ki a szerződések között, jogi szerződések között, legyen tehát politikai... Nem elég, hogy a munkás kultúrája. Osztály derékfia legyen és nem, cipész nem, legyen, nem. És majd megmondják neki, hogy mit kell döntsön. Olyan ember kell, akinek van politikai tapasztalata, aki mondom eligazodik a főváros ügyeiben, az országos ügyekben eligazodik, államigazgatásban. Akkor legyen olyan kedves, és segítsen nézőimnek és nekem, mert nem igazán látom a jelöltek és önjelöltek között egyikre megfelelő embert sem. Hát arra való az előválasztás, hogy a jelöltek megmutassák, hogy ki mire képes. Hát Karácsony az első fordulóban már ugye egy örök főpolgármester jelöltet háttérbe szorított, aki azért már kerületet egész szépen vezetett, és hosszú ideje tisztában van, tehát ő már ki van szorítva. Tehát Horváth Csaba már biztos lesz. Ő csak maximum másod vagy harmad hegedűs lehet, tehát akkor ki közül nem értem, hisz a felhozatal, amiből válogathatok, hogyha én körtét szeretnék enni, de a kosárban csak almák vannak, akkor... Én abban bízom, hogy az előválasztás ugye még csak most kezdődik ezekben a napokban, talán tegnaptól kezdődött, és még hetekig eltart, tehát hogy lesz olyan lehetőség és alkalom, hogy megmutassák magukat jelöltek. Én azt se bánom, hogy egyébként van másik jelölt. A lényeg az, hogy olyan jelölt legyen a végén, az az egy darab, akiben a budapestiek belelátják a győzelmet. És akkor annak húzó hatása lesz. És hogyha... Ezek szerint az ön pártjában, a DK-ban nincsen egyetlen talpra esett honleány vagy honfiú sem, aki erre alkalmas? Szerintem a demokratikus koalícióban többen is lehetnének erre alkalmasak. Nyilván azt kell mérlegelni a demokratikus koalíciónak egy ilyen helyzetben, hogy az a jelölt kínálat az hogyan néz ki, amelyik most megmutatja magát. Jó lenne tisztán látni, hogy hogyan és milyen módon lesz egyáltalán... Hagyjak ez egy szemüvege? Hogyan lesz levezényelve az előválasztás, hiszen minden szabályát talán még ki sem dolgozták azok, akik már ebben a történetben részt vesznek. Szóval nem létező, nem megfelelő jelöltekkel, egy nem kidolgozott szabályok szerint várjuk a messiást. Én nem szeretem azt a kifejezést politikában, hogy a messiást várni. Én minden héten várom, és azért, nem csak, hogy nem jön, hanem nem is telefonál. Igen, azért mondtam, hogy én a politikában nem szeretem, de a reménykedést, a hitet és a buzgalmat természetesen szeretem, és fontos értéknek tartom. De szerintem meg kell éreznie a pártoknak, hogy most nem az a felelősség, hogy majd a végén, amikor lezárul az előválasztás, akkor miután folytatódjon valamiféle iszapbirkózás, hanem hát, hogy Tarlós István és Orbán Viktor lássa, hogy Jézusom, ezt el fogjuk veszíteni. Hát Tarlós István és Orbán Viktor és azok a nézők, akik egy másik csatornát néznek, tegnap láthatták, hogy a Momentumnak van egy főpolgármester jelöltje, aki egy jobboldali polgári családból származik. A szüleit már sikerült meggyőznie, hogy lehet másképpen is gondolkodni. Biztos látta ezt az interjút, beszélgetést, biztos hallott róla. Van-e valami véleménye? Azt látom, hogy a Momentum, mégis értem is, hogy a Momentum miért javasolt saját jelöltet. Az európai parlamenti választáson nagyszerűen szerepeltek. Budapesten, több budai kerületben is másodikok lettek. Ugye a kerületek többségében a DK volt a második.
de az az eredmény, ők úgy érzik, hogy följogosítja őket arra, hogy saját jelöltet is megnevezzenek. Ez alapvetően új helyzetet teremt ezen az oldalon, hiszen korábban csak Karácsony Gergelyről volt szó, de az előválasztás kinyitja azt a lehetőséget, hogy esetleg más jelöltek is elinduljanak. Ha ön előző életében nem újságíró lett volna, akkor nem tenném fel ezt a kérdést, de így nem tudom nem föltenni a kérdést. Annélkül, hogy mind a DK parlamenti képviselő és szóvivője más pártok belügyeivel foglalkozna, de ön mégiscsak egy két lábon járó politikus, formeli újságíró. Mit szól az LMP vajudásához? Azt gondolom, hogy nem elég ellenzékének lenni, vagy mondani magát valakiknek, annak is kell látszani. Tehát én azt vettem észre, hogy az európai parlamenti választáson azokat a pártokat jutalmazták meg szavazataikkal a választók, akikről a legkevésbé gondolják, hogy közük van a Fideszhez. Az LMP-nek, meg más pártoknak ezt nem nagyon sikerült elhitetni magukról, hogy semmi közük a Fideszhez. És hát ugye sok belső vita volt az LMP-ben, ez sem tagadható, és szerintem ma már csak zöld politikát árulni, az is kevés, hiszen minden párt foglalkozik környezetvédelemmel, zöld ügyekkel, klímakatasztrófa helyzettel. Tehát ma már ez önmagában, hogy egy plakát zöld, az nem feltétlenül elegendő. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt szűk 15 percben Gréczi Zsolt, a DK országgyűlési képviselője, a frakció szóvivője, valamikori újságíró kollega volt stúdiunk vendége, és ha minden igaz, akkor Komáromi Zoltán is megérkezett, a praktizáló orvos, az egészségügyi politikus arra, hogy elsősegélyben részesítse önöket, vagy akár engem az egészségügyi költségvetésről. Tartsanak velünk!